Kigyulladt egy családi ház füzes gyarmaton a Kisernő utcában. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint a 70 négyzetméteres épületben egy konyha és két szoba teljes terjedelmében égett, amelyről a tűz átterjedt a padlástére is. A helyi és a szekhalmi hivatásos tűzoltók a tüzet hat vízsugár és kéziszerszámok segítségével eloltották, majd a szobákat és a tetőszerkezetet egy kamerával átvizsgálták. A tűz a melléképületekre nem terjedt át, az eset során senki nem sérült meg. Az ingatlan átmenetileg lakhatatlanná vált, ezért lakosságvédelmi intézkedés keretében a lakók rokonokhoz költöztek.